Mi az oka annak, hogy a kezdetben olyan szépen, egyszerűen és jól működő vállalkozás idővel akár rémálommá és teljesen átláthatatlanná válik a vállalkozó számára? Ez a videó egy 56 részes videósorozat harmadik része. Az egész sorozat témája az, hogy miként lehet egy olyan valódi vállalkozást építeni, amit vállalkozóként képes leszel mindössze heti 2 nap munkával vezetni. Egy vállalkozásban kezdetben minden olyan egyszerűnek tűnik, hiszen minden a vállalkozó kezében van, mindent ő csinál, mindenért ő felel, mindenről tud, és ez így tulajdonképpen viszonylag egyszerű, hogyha valaki egy tehetséges vállalkozó. Aztán, amikor az ember felveszi az első munkatársát, még az is nagyon sokaknak viszonylag könnyű, hiszen általában ismerőst veszünk föl, és egy embert végül is egész jól el lehet menedzselni, ugye csak egymással tudunk beszélni, nincsen harmadik fél, nincsen több munkatárs, tehát szinte mindenről tudunk, én is tudom, hogy mit tud a munkatársam is tudja, hogy én mit tudok, ez még mindig viszonylag egyszerű szokott lenni. És általában a második munkatárs, azaz a vállalkozás harmadik részvevője szokott lenni az a pont, ahol elindul a brutális komplexitás növekedés. Meg is mutatom, hogy miért. Ez az első fázis, amikor még csak egy munkatársad van, ez vagy mondjuk te, ez a munkatársad, te tudsz vele beszélni, ő tud veled beszélni, viszonylag egyszerű a kommunikáció. Aztán, amikor belép egy harmadik fél, egy második munkatárs, akkor ugye itt is minden irányba elindul a kommunikáció, és hogyha figyelünk a számokra, ugye 2 emberről 3 emberre sem nőtt a vállalkozás, tehát 50%-kal nőtt az emberek száma a vállalkozásban, de ha megszámolod, hogy hány irányú a kommunikáció, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kommunikációs csatornák lehetősége vagy száma meg 3-szorozódott. Tehát 50%-kal több ember van a vállalkozásban, de a kommunikáció komplexitása már is 3-szorozódott. Aztán, ha beveszünk még egy embert a vállalkozásba munkatársként, akkor kezdődik az igazi rémálom kommunikációs komplexitás szempontból. Berajzoltam a 4. ember, 2, 4, 6, 8, 10, 12 irányú lehet a kommunikáció. Ugye a kezdeti 2 emberről 4 emberre nőtt a vállalkozás, tehát 2-szereződött a munkatársak száma, vagy az emberek száma a vállalkozásban, de a 2 irányú kommunikáció helyett 12 irányú a kommunikáció, tehát a kommunikáció komplexitása meg 6-szorozódott. 2-szer annyi munkatárs, 6-szoros komplexitás a kommunikációban. Nem is rajzolok be több embert, el tudod képzelni, hogy ahogy nő a munkatársak létszáma, mennyire brutálisan növekszik egy vállalkozás komplexitása. Ez az egyik oka annak, hogy olyan nehéz ezt a 3, 4, 5, 6 emberes szintet áttörni. Nagyon fontos azt tisztán látnod, hogy ez normális és elkerülhetetlen. Mármint az elkerülhetetlen, hogy ez a komplexitás ilyen brutálisan növekedjen, és ahhoz képest, mint amikor egyedül voltál, vagy 2-en voltatok, vagy 3-an voltatok, mennyire megdurvul a helyzet, hogy a 4-en, 5-en, 6-an, 7-en, 8-an, vagy akárhányan lesztek. Tehát ez tök normális, hogy ezzel a helyzettel szembe kerülsz. Az egyik következő videómban beszélni fogok arról az 5 vezetői képességről, ami ahhoz szükséges, hogy például ezen a komplexitás helyzeten egy vállalkozó át tudjon törni. Mindenképp azt javaslom, hogy ha úgy érzed, hogy most tanultál valamit, akkor a lehető leghamarabb, lehetőleg még ma tegyél valamit annak érdekében, hogy ezt beépítsd magadba, beépítsd a vállalkozásodba, különben nagyon-nagyon megnő az esélye annak, hogy soha semmit nem fogsz vele kezdeni. Kérlek, írd meg a véleményed erről a komplexitás témáról, vagy ha van kérdésed, nyugodtan tedd fel a hozzászólások között. Ha még nem tetted meg, iratkozz fel a YouTube csatornámra, kövess a Facebookon vagy az Insta oldalamon. Köszönöm, hogy itt vagy, további szép napot!